Folytatjuk is műsorunkat, mégpedig az méltán népszerű Ovikert programmal, ugyanis már lassan, hát több mint egy évtizede foglalkoznak ezzel, és az ötletgazdája pedig itt ül velem, Stiller Tamás. Szia Tamás! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Jól mondtam, több mint egy évtizede. Jó, ez most már a 12. szezonunk lesz, úgyhogy már szép hosszú múltra tekintünk vissza. Akkor nyugodtan tekintsünk vissza, az ötletgazda így köszöntöttelek, honnan indult neked ez a kezdeményezésed az óvodák felé, és miért pont az óvodák felé? Én ugye a gasztronómiával foglalkozó ember vagyok, ugye lehet, hogy van, aki tudja, a képernyők előtt ülő közül én kreatív séfként dolgozom, nyilván leginkább az online médiában lehet megtalálni, meg televíziókban. És hát nekem is valahonnan jött ez az egész szakma, és annak az első lépcsője az volt, hogy kisgyermekként a nagymama mellett a kertben azért sokat voltunk, és a családi nyaralások ugye az inkább a Nógrádban voltak, és ott a nagy mező közötti ugrabugrálás, meg a csirketartás, meg az egyebek. Tehát az a klasszikus értelme vett vidéki háztartásban nőttünk föl. És hát nyilván ez jó pofán csapott ez a szél, és egy életre meghatározta az elképzelésemet arra, hogy mivel akarok foglalkozni, az egyik nyilván benne volt az étel. A másik ugye a kert, hogy kertből jó főzni. És én úgy csinálgattam és foglalkoztam én ezzel azért elég sokat. Most meg már tényleg aktívan bennem vagyunk, családilag is. És maga ez az egész Ovikert program onnan indult, hogy én azt láttam, hogy ez a tipikus háztáj, ez nem nagyon van jelen most már. Ez nyilván benne van az is, hogy nagyon sok az olyan boltok, akik gyakorlatilag ugye januártól decemberig mindent árulnak, nem nagyon látjuk a szezonokat, most sem biztos, hogy látjuk, csak azért nyilván most már picit kezdünk jobban beszélni róla, mert ez hiányosság még mindig. És én úgy gondoltam, hogy ezt valahogy vissza kellene hozni, és egy fiatal generációt kellene ezzel megfertőzni, úgy, ahogy engem megfertőztek a rokonaim, hogy ez egy milyen jó és milyen értékteremtő és értékmegőrző tevékenység, maga a kertészkedés és a kertből főzés. És én úgy gondoltam, hogy akkor azt csináljuk, hogy megkeresem azt a generációt, aki erre fogható. És én azt tapasztaltam, hogy az iskolások leginkább már akkor a mobiltelefonok és a digitális világ felé kanyarodtak, ami alapvetően nem baj. De aki viszont még ebben nincs annyira benne, az az óvodás. Uh-huh. És az óvodást ugye még meg lehet ezzel úgy közelíteni, mivel annyira nyitott a világra, a saját gyerekemben is ugye láttam, hogy gyakorlatilag ugye a napi rutinjuk mellett egy ilyen új foglalatosság, az, hogy kimehetünk a kertbe és meg tudunk nézni akár, hogy lóg a száron a paradicsom vagy a paprika, hát ez egy nem ugyanaz, mint amikor csak úgy bemegyünk és kakaózunk és rajzolgatunk, valljuk be. Tehát a gyerekeknek ez annyira új dolog volt, hogy ez az óvodáknak is nagyon tetszett, hogy van egy új foglalatosság, és szépen azért leketyegett itt pár év menet közben, és ugye már 2019-től az óvodáknak ez már kötelező tevékenység. Akkor mondhatjuk azt, hogy egészen konkrétan most már majdnem egy olyan generáció van, ha ennyi hány éve kezd, tehát már majdnem 18, tehát már felnőttek, megkedvelték ezt a kertészkedést, és hány óvoda van jelen pillanatban most 2023-ban ebben a programban? Ugye most a Heves megyei térképet, hogyha nézzük, akkor most az úgy néz ki, hogy 26-27 óvodánk lesz ebben az évben. Ugye egy újfajta együttműködés indult el az Agrárkamarával, illetve az oktatási hivatalon keresztül, még azért ugye a tanképző intézette is ugye Egerben, aminek az lesz már a feladata, hogy az Ovikert program számára kitermelni majd a palántákat. Tehát a tavalyi pesti elrugaszkodásunk, ami azt jelentette, hogy nekem tavaly 50 óvodám volt az Ovikert programban, a Pest megyével együtt, ez most visszaléptünk egy kicsikét, azért, hogy ezt a kvázi mintatervet, amit most így elkészítünk ebben a hármas fogadban, az, ha minden jól megy és jól sikerül, akkor támogatást tudunk rá szerezni, és jövő évre el tudjuk akár kezdeni annak a gondolatnak is, vagy tervnek a szövegetését, hogy akár országos legyen az Ovikert program. Menjünk már Gyöngyös környékére, mert hogy csatlakoznak az óvodák, de nyilván tavasszal lehet, hiszen a kertészkedés tavasszal kezdődik. Az idei projekt gondolom már megvan, és akkor Gyöngyös környékén mely óvodák azok, akik csatlakoztak ehhez, és ha valaki szeretne, akkor hogy teheti meg? Akkor az első, ugye Gyöngyösen a kezetekben voltak csak óvodák, most már gyakorlatilag az elmúlt 10-11 szezonban nincsenek gyöngyösi óvodák a programban, és maradt az a
amit ugye azt mondjuk, hogy a falu környékén látjuk, tehát itt a Abosár, Nagyréde, és mondjuk akkor megyünk fölfelé itt a Mátra irányából, jött Mátra, Balla, Mátra, Szent tehát István, vidék, Derecske, inkább a vidék. Igen. A többi rész az pedig ugye nyilván az Eger és a megyeszékelyhez kapcsolódó, illetve egészen elő a Tiszáig, illetve fölfelé Szilvásvárad irányába is, és így jön össze gyakorlatilag maga a 27. És most ez a térképünk, ez most így néz ki. A jelentkezésünk az már ugye lezáródott, tehát majd jövőre meg már úgy lehet jelentkezni, hogy van egy e-mail címünk, ez az info@szóvikkel program, ezt senki és ne felejtse el. És mikor kell jelentkezni, télen? Tehát már vagy szeptember után, vagy nem, hogyan április, kellettek? Áprilisban kell. Áprilisban kell. Áprilisban elegendő, mert gyakorlatilag maga a palánta termelés az ugye nekünk mindenféleképpen megoldott, tehát ha nem is ez a verzió lett volna, akkor is meg lett volna. Tehát ki tudjuk szolgálni azokat az oldákat, akik újonnan jelentkeznek majd a jövő évben. És akkor Tamás, már egy percünk van a műsorból, akkor a jövőről is beszéljünk, mert a múlt jelen megvolt. Mi az elképzelés hosszú távon? Hát ha bejön ez a hármas fogat, akkor bízunk benne, hogy jövőre, jövő áprilisban több megyében is meg tudunk majd jelenni. Legyen úgy. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.